Jó reggelt, jó napot, jó estét, sziasztok, Isten hozott mindenkit Balázs világában, mai nap pedig egy Adata Ultrafast SSD-vel szeretnék foglalkozni. Ez konkrétan egy bemutatóra szánt példány, és mielőtt kibontanám, vagy bármi, hát el kell mondanom, hogy nem egy hete van nálam, úgyhogy egy kicsit váratott magára, hogy sorra kerüljön, de hát ilyen, hogyha elfoglalt az ember. Szóval, mielőtt neki kezdenénk, egy kicsit hadd beszéljek az SSD-kről. Ugye ez egy 1 terabájtos, nem csak küllemében, performance-ban, USB 3.0, Gen 2 USB-C, azt sem tudom, hogy ilyen nem van-e egyáltalán, de meg fogjuk nézni azt is, hanem egy teljesen korszerű, minden szempontból alkalmazható alkatrészről beszélünk. Az SSD-kről szeretnék egy pár szót szólni még előtte, ugye már 10 évvel ezelőtt is voltak, de akkoriban még csak pár gigabájtosak, amik nem feltétlenül voltak alkalmasak. Majd amikor a régi SSD-k, ezt most csak így ide tenném, mondjuk egy 120 gigás példány, már a Win 7-tel alkalmazható volt, és most is a Win 10-en, hogyha az ember mondjuk felhőből dolgozik, alkalmas rá munkára, de a kapacitás ugye nem elegendő. Miért szeretjük az SSD-ket? Nincs mozgó alkatrész, kevesebbet fogyaszt, és ráadásul gyorsabb is egy közönséges HDD-nél, amiből most pont nem találtam 3,5 colost. Jó magam, már lassan fél éve koptatok egy ilyen hordozható házikóban egy szintén 1 terabájtos SSD-t, és most szeretném megmutatni nektek azt, hogy én mire használom elsősorban. Az 1 terabájtból adódóan ugye ez nagyon megnöveli a használhatóságát az alkatrésznek, hiszen a Steam könyvtár is könnyen ráfér, arról nem is beszélve, hogy adatokat lehet rajta hordozni könnyen. Elsősorban arra gondolok, hogy mivel én tartalomgyártó vagyok, azért elég sok nyersanyagom van, és például ezen könnyedén lehet tárolni, fogalmam nincs, hogy hány órányi, de lehet, hogy napokban is mérhető a műsor abban a minőségben, amivel én dolgozok. Még nem nyitottam ki, ez egy demo unit, not for resale, very good. És először szeretnék egy kinyitjuk, aztán pedig behoztam egy konyhai mérleget, kíváncsiok, megnézzük. Az SSD-k élettartamától pedig nem igazán kell félni, nekem a legolcsóbb Kingston SA 400-asok vannak, na abból pont van itt egy pluszba, ez a híres küllemű Kingston, ezekkel se szokott baj lenni. Megbízhatóság szempontjából, bár tény, hogy a videóvágás, konvertálás iszonyatosan eszi a szektorokat rajta, így a kondíciója csökken, a teljesítményéből nem veszt, de nem erről van most szó. Viszont ebből nem fogok tudni mutatni nektek olyat, hogy mennyi a kondíció csökkenés, csak sokkal később, mert nagyon keveset használom mostanában az informatikai alkatrészeimet. Egyébként meg ma vénasszonyok nyara van, úgyhogy aki a kertben akar dolgozni, az boldogan megtehet. Jaj, de jó, nem is volt le. Aha, itt még rajta van ez a kis műanyag plecsni. Gyűlölöm elvágni egyébként is. Ha ezt lerakjátok, mindig húzzátok vissza a pengéket. Egyszer volt balesetem belőle, azóta mindig visszahúzom a pengét. Na rendben. Doboz maga meglehetősen könnyű. Nekem még nincs tapasztalatom az adata madarával, de ez most változni fog. Ha! Ez az! Ez az, ez az. Bevallom őszintén, egy picit féltem, hogy nem lesz hozzá vezeték, mert maga annyira... Jézusom! Hát ez nem is három feles. SE800 external SSD. Képhez viszonyítva mekkora? Oké, rendben, megvan a vezeték. Óvatosan kinyitom. Na, és nem is hosszú, ami nálam most egy nagyon nyerő szempont, mert nem szeretek 1 méter vezetéket se használni. Ezt könnyedén leteszem a laptop mellé, és már tudok is rá másolni, amit meg fogunk nézni. Aztán különböző eszközökhöz fogom hozzákötni, és természetesen a sebességét is le fogjuk mérni. Tartsatok velem, mert van nálam egy bomba cucc, amiben ez pontosan jó. Már úgy értem, hogy használhatóság szempontjából beleépíteni nem biztos, hogy fogjuk, vagy nem szeretném, de mindjárt meglátjuk. Szóval, van a vezetékünk. Szép, meg jó. Nem túl hosszú, de mindjárt meglátjátok, hogy ennek mi az előnye. Nekem ez most pont kapóra jön. Mondjuk a hosszabbat meg föl lehet tekerni, esetleg azzal sincsen semmi baj.
Na kérlek szépen, konyhai mérleg. Nem hiszem, hogy ennek van értelme, de én magam kíváncsi vagyok rá, hogy már melyik SSD hány grammos. Ez egy régi Z400-as, még tőletek kaptam, köszönöm szépen, már vagy 3G-ben szolgált ez is, 32 grammocska. Az 1 terás külsőm vezeték nélkül, hát ez azért lesz vagy 20 deka szerintem, de itt a külső ház a szálcsi szólt, meg műanyag, jó, benéztem, 11-12 gramm a kerekítés szabályai szerint. Belom őszintén nem is tudom, mit mondjak. Nagyon szexi. Az igen, fényborítású ház. Pakker. De tükör simára van csiszolva. Bocs, meg kell szaglásznom. 66-os útfelező csíkjait is így lehet felszívni. Wow, gyerekek. Hát ez nagyon pöpec. Megőrülök. 38 gram a fémházikóval. Rendben, most bekapcsolok egy gépet, hozzá rámásolok egy pár adatot, teszünk rá mozit, filmet nem szabad mondani ilyenkor, zenét, és egy pár nagyobb fájlt, és megnézzük, hogy a másolásnál mit mutat, plusz harddisk Sentinelnek is a mérés tesztjével meg fogjuk nézni. Mindjárt jövök, eszközölöm a változásokat, aztán meglátjuk, hogy mit tud. Az első dolog szerintem, amire mindenki kíváncsi, az, hogy a másolás hogy halad. Egyértelmű, hogy ez a 176 MB per szekundum, ez messze elmarad az eszköz valós, maximális teljesítményétől. Viszont most HDD-ről másolok rá, pusztán tesztképpen, és amit érdemes megnézni, hogy milyen szép egyenletes a sebesség valójában. Ez 37 GB, vagy 32, és nagyjából 3 percet jósolt rá a készülék, amivel láthatjátok, hogy 58, 59, 60, ha szépen hozzáigazodik. Szóval elég egyenletesen tud másolni, de hát gondolom, hogy ez senkit nem lep meg. Lássuk a következő felhasználási módot. Itt láthatók az AIDA 64 benchmarkjai, amit bevallom őszintén, hogy SSD-t még sose teszteltem performance szempontjából, ez a Read Test Suite volt, és ezek a látható eredmények. Bevallom őszintén, nem tudom, hogy kell ezeket értelmezni, viszont az évek tapasztalatából egyetlen egy dolgot elmondhatok. SSD-vel onnantól kezdve, hogy a 2-300 MB-os performance megvan, írás, olvasásban, oda-vissza, na nyilván nem egyszerre, onnantól kezdve szerintem nincs baj. És ezeket az elvárásokat ez már simán túl teljesíti. Jaj, igen, bocsika, hát van nálam valami, ami biztos, hogy fog titeket érdekelni, de erről még nem beszélhetek. Elég picike, illik hozzá, sleek, azt akartam megnézni még, hogy ugyanakkora, mint a képen. Majdnem méretarányos. A marketing. És a kedves szomszédom most már rákezdett a láncfűrészre. USB, írja, hogy reading. Na? Olyan a fejegység VS 1 terabájtos külső HDD megbirkózó levele. Nem tudom, mi történik. Ejjj! Hát az 1 terabájtos HDD, azért lássuk be, hogy sok ennek a, nem is tudom, mánypálcás GVC fejegységnek. Na mindegy, erre azért számítottam. Nincs bekonfigurálva még semmilyen equalizer. Have fun, boys! Na kérlek szépen! TV-hez hozzá téve, így szálkábelen gond nélkül tud lógni, és lehet is így használni, mivel igen csekélyes súlyocskája. Lássuk kérlek szépen, TV hogy ismeri föl. Egyből most mondhatjátok, hogy nagyképű vagyok, ugyanis nem találtam jobb tesztvideót, ami jogdíjmentes, úgyhogy magamat kell megnéznem. Remélem a Spark Mixet nem fogja lenyomni a YouTube. Ez én vagyok, vagy 5 évvel ezelőtt, ja, fiatal voltam. Ja. Fia, az ment, meg a repcsizés.
Ja, csináltunk ilyen művészfilmeket is. Jó, csak annyit akartam bemutatni, hogy egyébként működik tévén is instantra ez a manapság elvárható kategória. Na, rendben, elérkeztünk a mai műsor végéhez. Összességében negatívumot nem tudok mondani rá, hiszen bár hiába egy talán kicsit reklámszagú termékbemutatóról van szó, viszont az én szempontomból ez az alkatrész annyira hasznos, hogy már-már létszükséglet. Láthattátok, hogy nem egy SSD-n van. Számomra nagyon fontos, hogy gyorsan, időt megspórolva, az nem csak nekem jó, nektek is, tudjak dolgozni. De hogyha valaki csak hétköznapi felhasználásra szánja, természetesen biztos vagyok benne, hogy derekasan helytállott is, az is tudja, hogy még találkozhattok vele. Direkt tettem a laptopnak egyébként a touchpadjára, gyűlöm a touchpadokat, de ez egész használható, hogy a méretből még jobban rá tudjátok asszociálni, hogy mekkora, egyébként alig nagyobb, mint két pendrive, szóval erre nem lehet panasz, ráadásul a fémház valami strapabíróságot is feltételez, higgyétek el, hogy ez is ki fog derülni idővel, ugyanis most az a projekt, hogy hurcolászni fogom magammal. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a mai műsort, később, mint ígértem, még lesz szó róla, megnézzük, hogy az írás-olvasás egy pár hónap múlva esetleg mennyire vette igénybe magát a berendezést. A törzs táboromnak üzenem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és hogy ezt mindenkinek üzenem. Viszont a törzs tábor tudja, hogy minden műsor végén próbál belecsempészni egy kis easter egget, úgyhogy ha eljutottatok idáig, akkor ő vele fogunk foglalkozni a következő műsorban. Ez a laptop az enyém már. Ennyit merek belőle mutatni, csak később rátérünk. Ez egy, hát nem is biztos, hogy egy műsor lesz. Úgyhogy marha jöjjön most a kis SSD, mert én legalább külsőre tudom táplálni. Na jól van, szerbusztok, sziasztok! Pont most kapcsolok, hogy a melós gép, amin a videót szoktam vágni, pont nincsen hely. Ha! Sors iróniája. Őróla forgatom a műsort, és az ő anyaga lesz ő rajta. Mekkora fán? Úgyhogy már most elkezdtem használni és beélni. Nice!